A város egyik legszebb területe lehetne, vagy legalábbis sok zöld felület várna az ott lakókat. Ám leginkább a szemét tarkítja a virágok helyett. Pedig igyekeznek tisztán tartani a várvak szakemberei. Csak az a baj, hogy átmeneti a siker, mondta a város főkertésze. Május hónapban a Kékő utca, Köztes utca, Szület utca környezetében 7,8 tonna szemetet szállítottunk el. Ez mind illegális hulladéklerakás. Tehát sajnálata tapasztaljuk, hogy hiába van heti rendszerességű hulladékszállítás, itt élőknek valószínű, hogy nincsen edényzetes, ami begyűjtse, és szerződése sem, így nagyon sok esetben kint találjuk az önkormányzati területeken és a közterületeken az illegális szemeteket. Itt mindenféle vegyes kommunális hulladékkal találkozunk, műszaki cikkekkel, tévékkel, mindenféle háztartási hulladékkal. Nyomon követni pedig szinte lehetetlen honnan jön a szemét, kivéve amikor gyakorlatilag egy konkrét ösvény mutatja, merről jöttek. Szinte lehetetlen, mert van, amikor éjszaka csinálják, kihordják, vagy esetleg más területekről ide szállítják és csak kidobálják az út mellé. Vannak jó példák is azonban, az ugyeri területen csökkent az illegális lerakás. Viszont itt a város pont ellenkező oldalán sajnos még mindig elég gyakori. Még három hónapja sincs, hogy kitakarította a várva KFT a köztes utca környékén lévő illegális szemétlerakót. Már is majdnem ugyanannyi szemét van, több tonnányi. Ezt a hivatalos hulladék lerakó átveszi a a várostól, de ez nagyon nagy költséget ró az önkormányzatra, hiszen 15 forint plusz száfa per kiló egy ilyen kommunális hulladéknak az átvétele, ezt meg kell fizetni, és ha beszorozzuk, ez igen tetemes összeget jelent. Igyekeznek mindent megtenni, a mezőrök is próbálnak figyelni a területre, de sajnos napi 24 órában nem állhatott senki. Ezért csak bízni tudnak abban, hogy talán megszűnik az illegális szemétlerakás.